Nálam körülbelül 18 évvel ezelőtt kezdődött a spirituális út. Sokkal hamarabb is találkoztam a spiritualitással, csak akkor még nem éreztem hívást, hogy elinduljak ezen az úton. És nagyon sok mindent kipróbáltam, nagyon sok mindent megtapasztaltam ezen a csodálatos utazáson keresztül. Mégis körülbelül olyan 3,5-4 évvel ezelőtt az addig kiépült teljes spirituális hitrendszerem szűkké vált, és azt éreztem, hogy mindaz a sok minden, amit megtanultam, amit kipróbáltam, energiaminőségek, amikkel próbáltam önmagamat gyógyítani, úgy éreztem, hogy ezek teljesen szűkké váltak a számomra, és már nem szolgálnak, nem vezetnek már tovább az utamon. És akkor éreztem azt, hogy ezekkel a minőségekkel, amiket megtapasztaltam, és amik szolgáltak, amik segítettek, egyszerűen ezzel nem tudom megélni és megtapasztalni azt a belső szabadságot, és azt a teljességet, amit oly régóta keresek. És ekkor összedőlt bennem az egész spirituális hitrendszerem. És ez egy nagyon mély pont volt, amikor ezt megéltem, viszont ekkor bontakozott ki bennem az az égető vágy, hogy most már szeretném megtudni azt, hogy ki vagyok én valójában, honnan származom én valójában, hol van az én igazi otthonom, és nagyon szerettem volna megélni, megtapasztalni, hogy milyen az én valódi, igazi forrásom, milyen ebben a forrásban feloldódni, milyen ebbe a forrásba hazatalálni. És akkoriban nem igazán tudtam semmit erről az útról, a visszaemlékezés, a felébredés útjáról, és nem is nagyon olvastam ezekről a dolgokról. Viszont rengeteg sok kérdésem lett volna, és nagyon örültem volna, hogyha van olyan valaki, akitől kérdezhetek ezzel kapcsolatban. És ezért most úgy döntöttem, hogy szeretném nektek ezt a lehetőséget felajánlani, hogy a spiritualitással, a valóságra való visszaemlékezéssel kapcsolatban, bármilyen kérdésetek van, azt akkor nyugodtan tegyétek fel ez alatt a videó alatt kommentben, vagy hogyha úgy érzitek, hogy nyilvánosan ezt nem szeretnétek feltenni, akkor írjatok nekem az örökkévaló teljesség @gmail.com e-mail címre, és vagy egy hanganyagban, vagy pedig videóban fogok nektek válaszolni a kérdéseitekre. Ezzel is szeretném támogatni a ti egyéni önmegvalósítási utatokat. A valóságra való visszaemlékezés útja az mindig egy egyedi út. Vannak hasonlóságok a különféle utak között, vannak a felismerések és tapasztalatok között is hasonlóságok, de mégis mindegyik út egyedi és összehasonlíthatatlan másokéval. Mégis úgy érzem, hogy a felismerések megosztása, a tapasztalatok megosztása, biztos vagyok benne, hogy megnyit bennetek olyan kapukat, melyen keresztül könnyebben haladtok ti is ezen az úton. És nincsen rossz kérdés, bármilyen kérdést feltehettek, mert aki kérdez, az nyitott, és előbb vagy utóbb választ kap a benne felmerülő kérdésre.